Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék a Csiának a következő részével. Ebben az epizódban, ahogy ígértem nektek, meg fogjuk keresni a kincset, mert hogy ugye veli-velében Gabitól kaptunk egy kulcsot, illetve egy kincses térképet, és elméletileg ide kellett eljönnünk Dopvába. Ha minden igaz, akkor már itt vagyok, és nézzük is meg, hogy hogyan néz ki ugye a kincset rejtő terület. Hát nekem nagyon-nagyon hasonlít arra a sziklára, úgyhogy én gyorsan meg is nézném, és hát bízok benne, hogy sikerült azonosítanunk a területet. Találtunk már ilyen ládát, viszont ahhoz még nem találtuk meg a kulcsot. Hát bízok benne, hogy az is meg lesz. Itt is van, és találtam benne egy nótot, illetve egy térképet és egy piros kulcsot. Lehet, hogy akkor ez tovább fog minket vinni? Itt van a térkép a következő ládához. Meg kellett valakivel osztanom azt, amit találtam, mielőtt még túl késő lenne. Ezt írja Vile. És akkor ez most vajon minket hova fog vezetni? Ez egy barlangba fog elvezetni, hogyha jól látom, viszont egy épület is lesz ott. És ez ugyanaz a szikla lenne, ahol most vagyunk? Tehát itt valahol kell, hogy legyen egy barlang bejárat. Tudja, hogy ez a barlang az. Ha, itt is van a kincs, itt is van a kincs. Na nézzük csak. És most megkaptam a narancssárga kulcsot. Nem értem még ezt az egészet. Honnan szerzek én új embereket? Sikerült ellopnom a ruhájukból egy darabot. Kerestem bizonyos jeleket, de eddig nem találtam semmi furcsát. Henchman West. Meg a narancssárga kulcsot. És ez hova vezet minket? Most kell oda mennünk, amit találtunk. Aha. Hú, hát Louishoz kéne mennem, de az az igazság, hogy engem nagyon érdekel, hogy mi van itt. És oda kell most elmennünk. Ja, fixen oda kell elmennünk. És itt vagyunk most Dopvába. Na jó. Hiába azt mondtam, hogy haladunk a sztorival, ez a kincskeresős része most nagyon-nagyon érdekel. És hát, ha esetleg valaki majd ez alapján, hogyha játszik a játékkal, könnyebben megtalálja. Bízok benne, hogy lesz olyan, akinek ezzel tudok majd segíteni. Még jó, hogy ezt megtaláltuk, mert azért ez most elég nehéz lenne amúgy kilogikázni, hogy merre. És lehet, hogy egyébként a következő helyszínről már fogalmam se lesz, hogy merre fele lesz. Mondjuk tudja, hogy valami tábor lesz itt, amit térképen fogunk megtalálni. Van itt még egy nép? Létezik? Ó, itt is van ingyen ételosztás? Remek. Akkor erre lehet, hogy jelentkeznék. Food stand, köszönöm szépen. Tényleg ingyen van? Miért kapok én ingyen kaját mindenhol? Meg kislány vagyok? Ezért nekem már jár. Igen, és akkor ide kell nekem lentre mennem. De itt valami kis rákot mutatott, hogy azzal kellene elvágnom a láncokat. Ha, honnan fogok én kis rákot szerezni? Nincs nálam egy rák véletlenül? Nincsen, malacom van. Na nem úgy. Mert akkor most szerencsés lennék. De én itt nem nagyon látok rákokat. Madarak vannak, amikkel ugye ki tudok innen repülni. Hát akkor hozunk egy rákot. Más lehetőség nincsen. Keresem az apukámat, de azért a kincs az fontosabb, na. Milyen kedves vagyok, most jut egyébként így eszembe, hogy... Amúgy... Ki tudja, mi van a faterral, de engem egy kincs megkeresése most jobban érdekel, mint hogy minél hamarabb beszélgethessek. Azzal, aki tudja, hogy hova vitték és mi történt vele. Hát ilyenek ezek a videójátékok. Az ott egy rák? Ugye? Vagy mi ez? Mi vagy te? Gekko. Ah. Pedig már kezdtem örülni. Milyen édes amúgy. Csak sok hasznát nem veszem sajnos. Ez egy rák? Aha, ez kell nekem. Viszont el kell valahogy raknom. Itt dobjak ki. Cicát. Bocsi, cica! Jó.
És elrakjuk a zsákba. Most pedig akkor mehetünk oda-vissza. Mégpedig ide Huához. Hú, az jó messze van. Egyébként lehet egy halat is vihetnénk magunkkal. Macska egész jól el van itt. Lehet egy halacskát is vihetnénk magunkkal, hogy ott majd tudjunk úszni. Ugye megnézem, milyen lehetőségeink vannak. Kutyát eldobjuk. A malacot nem akarom. Azt szerintem örökre itt marad velünk. Valahol itt a hal. Hal, ne menj el! Grab. És stop. Jó. Van egy halunk is. És akkor most már mehetünk vissza oda. Barlanghoz tudja, hogy kell nekünk egy halacska, hogy ott keresztül tudjunk úszni, és szerintem azt a jelzést kell majd követnünk, mert ott volt egy ilyen egyértelműen baglyos jelzés. Én pedig azt hittem, hogy mindegyik kis ládába lesz valami kis kincs, de nem. Engedjem el, úgy látszik. De a végén tudja, hogy valami hatalmas kincs lesz, ugye? Ugye? Remélem, hogy a végén valami hatalmas nagy kincset fogunk találni. Na de akkor ide le. És akkor nézzük meg, hogy valóban működik-e az, amit én kitaláltam. Itt a rák. Eldobjuk. Belebújunk a bőrébe. Ezt itt elvágjuk. Remek. Jó. Nem tudom, hogy szükség lesz-e még rá. Én azért ezt visszarakom. És akkor most ki tudjuk nyitni a következő ládát. Aha, sárga kulcs. Láttam valamit a tegnapi nap. Egy embert egy repülőgépbe raktak és elvitték. De miért van szükségük rabokra? Többet ki kell erről derítenem. Elrepültek nagyon gyorsan, és itt hagytak egy ládát. Illetve ezt a ruhát találtam benne. Na nézzük, hova visz minket a következő jelzés. Igen, ide kell mennünk, amit megtaláltunk már, viszont akkor itt tényleg kell nekünk a halacska szerintem. Amit magunkkal hoztunk. Amúgy ez nagyon menő. Lehet, hogy még néhány stamina gyümölcsöt begyűjtettünk volna előtte, hogy tovább bírjuk, de szerintem azért így is tudunk majd most már boldogulni. Megpróbálok az utolsó pillanatig itt maradni. És hát itt már voltunk. Csak akkor még nem tudtuk, hogy hogyan tudjuk ezeket a ládákat kinyitogatni. Gondolta volna a fene, hogy ezek olyanok lesznek, hogy így meg kell találnia az előtte lévőt. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy ez most már az utolsó láda lesz-e, vagy van még itt valami elrejtve. Szeretem egyébként az ilyen kincskeresős részeket. Kicsit olyan, mint ami volt a Sea of Thieves-be. Ugye ott is így voltak elrejtve a dolgok, hogy kaptunk tulajdonképpen egy térképet, és akkor el kellett menni egy szigetre, megkeresni, kiszedni a kincset. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt mi lesz a kincs. Aha, itt is van. Egyébként ez már egy nagy ládának tűnik nekem. Big Stamina Fruit! Illetve kaptunk egy zöld kulcsot! Úgy látszik, hogy ezek a rablások egyre gyakoribbak. Ki kellene derítenem, hogy mi is folyik itt valójában. Holnap megszerzem az egyik ilyen repülőjüket. Összeszedem az összes bátorságomat, és ezeket a gyümölcsöket is használni fogom, hogyha esetleg szükség van rá. Szuper! És ezt a gyümölcsöt én most itt megkaptam? Ezt a nagy stamina fruitot? Hova visz egyébként most? Be kell majd robbantanunk egy területet. Kicsit csaltam, ha-ha-ha, tudtam, hogy itt lesz egy nagy terület, amin majd keresztül kell úsznom. Úgyhogy elhalacskázunk. Aha, itt ki lehetett jönni. A halat viszont én szerintem elrakom, mert az bármikor jól jöhet. Ne! Vissza akar menni az óceán. Jó van, legyen szabad. Viszont ezt most én nehezen tudom kitalálni, hogy hol lehetünk pontosan. Valóban ide a dokhoz kell majd szerintem jönni, de nem tudom, hogy mivel fogjuk felrobbantani. Jó, hát ha majd lesz robbanószerünk, akkor ezt megnézzük. Hova kell nekem eljutni? Hú, az nagyon messze van. De valahogy csak eljutunk odáig. Viszont így lehet, hogy akkor meg fogom találni útközben majd azt a helyet, amit ki kell robbantanunk. Úgyhogy ha valahol találunk robbanószert, egyébként ezeknél a táboroknál ugye, ahol fel kell gyújtani azokat a ruhadarabokat, meg azokat a szörnyeket, ott szokott lenni, úgyhogy majd akkor egy olyat is elrakunk a zsebünkbe. Kár, hogy ilyen kicsi a zsebünk. Lehetne nagyobb zsebünk, és akkor több mindent tudnánk magunknál tartani. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy innen látni fogjuk-e majd azt a területet, ahova kell majd menni a következő kincses térképpel. Ide kell majd jönnünk, nézzétek. Tudja, hogy itt kell
Itt van az a madárjázés. Ja, Vébó! Üdvözletem, uram! És akkor itt van ugye a gyors utazási lehetőség, és itt 5 darab gyöngyért, illetve 17 darab trinketért tudnék venni a hajomra nagyon menő cuccokat, de... Nekem ez annyira nem tetszik, hogy az őszintét megmondjam. Oda tudunk teleportálni? Itt felfedeztük... Vajon a környéken a kikötőt? Hát annyira nem. Idáig tudnánk eljönni, ennyit tudnánk nyerni. Mondjuk már az is valami. Akkor gyors utazzunk, és hát igen, pont oda nem tudunk menni, de ott, ahogy látom, nincs is kikötő, amit fel tudnánk fedezni. Ezen a szigeten még egy van, ahol nem jártunk. Itt nálatok nincs robbanószer véletlenül? Egészen véletlenül? Oly, de már állítják fel a következő szobrot. Nincsen náluk robbanószer. Hát ez szomorú. Lehet tudják, hogy mire készülök. Na jó, akkor viszont jöjjünk ide. Ó, csak innen találjak majd visszafele valami állatot, amivel vissza tudok jönni. Szerintem majd ott fog ránk válni a leányzó. De hát itt is kell ordítanunk egy nagyot. Mert ugye ez egy olyan terület. De szépek ezek a sziklák is. Wow! És te hogy kerültél ide? Hogy itt is van egy stamina gyümölcs. Na. Jó. Ne! Csia! Vigyázz magadra! Na! Megint egy kicsit több lett akkor a staminánk. És... Szerintem ott van a kilátó, ugye? Valószínűleg igen. Na, kiáltsunk egyet! Kocsi! Jó, hát a gyöngyök most annyira nem. Majd esetleg azokat is összeszedjük, hogyha már megvan, amit kinéztünk magunknak. És akkor most kellene Louis-szal találkozni. Ide kellett jönnöm? Valamiről gyűjtenek információkat. Van itt kamera, meg mindenféle. Egyébként lassan átöltöztethetnénk a kis csiát, mert tényleg annyi mindent összeszedtünk. Lehetne ilyen fűszoknyás. Meg kap egy kis szandált is flip-flopba. Könnyebben fel tud majd mászni. Erre fele mutatja valahol a térkép, de... Á, itt csücsül. Lehet, hogy itt volt egész este, csak nem vettem észre. Hogy kerültél te ilyen messze az anyukától? Kíváncsi vagyok, mit fog nekünk mondani. Ugye ő lett a barátunk. Az látszik, hogy szeret veszélyesen élni. Lehorzsolta a térdét. Na, még jó, hogy átöltöztem. Végre egy kicsit másképp nézek ki a cutscene-be. Zenélni fogunk? Ó, jaj! Ó, jaj! Ezt mindig elrontom. Ezt mindig elrontom. Nem tudja, hogy egyébként francia ajkú lenne a kislány. Nem tudom, hogy franciául énekele. De akkor viszont tényleg jó messzire kerültek Franciaországtól az anyukájával. Nagyon magányos volt. Lehet, hogy magáról énekel. Na jó, inkább autoplay-re rakom, és akkor legalább tudjuk élvezni a zenét is. Látta, hogy valami közeledik felé. És annyira gondolt, hogy tuti megőrültem. Most ezért jöttünk ide, hogy zenéljen? Ó! Oh. Ide jött hozzánk egy papagáj. Remélem őt most már bármikor oda hívhatom magamhoz. Lehet, hogy ezzel a zenével tudjuk majd magunkhoz keríteni a madarakat. Egyébként az menő lenne. Látta messziről, hogy a szárnyaival repült. Egy zöld madarat. Pont olyat, mint ő. Ó, hogy akkor ez egy madárról szól. Ez a dal. És gondolom pont egy ilyen madár repült oda hozzánk. Oda másztunk föl szerintem az előbb. Aha, ott van egyébként a totemes ajtó is. 14%-ot sikerült teljesíteni. Azért mondom, hogy jó ez így. Nagyon nehéz. Így egér billentyűzettel ezeket a zenéket megcsinálni. Na, mit mutatsz nekünk, kisjány?
Kíváncsi vagyok. Get the chicken. Ah, tényleg a csirke. Most hova tűnt? Mi? Eljöttünk ide azért, hogy... Komolyan? Hogy? Hát ez szivat engem, ez a lány. Most megint keresztül kell mennem az egész hegységen. Hazament. Engem meg csak így itt hagyott. Tényleg jó fej vagy, nincs még itt ez a madár, de itt van, jó. Akkor viszont... Remélem te jó sokáig bírod. Mert most megyünk. Vissza Louishoz, én velem nem szúr ki. Itt a csirke. De ez még él. Igen? Halott csirkére van szükséged, ugye? What? No, erre nem számítottam. Az kemény. És még elkezd szaladni. Igen, egy ideig még életben maradnak. Ezt nem akartam látni. Még így rajzfilmesítve sem. Mármint tudom, hogyha levágják egy csirke fejét, akkor... Utána még szalad. Jó, elraktuk. Remélem nem fog ficánkolni. És lefotózott minket a kislány. Próbáld ki, így meg tudod nekem mutatni a kalandjaidat. Tudok most már fotókat készíteni? Jó, készítsünk róla egy fotót. Igen. Jó, most ez tökéletes fotó. Oda kell figyelnem, hogy jó fotót csináljak róla. Ó, de cukik. Lesz egy emlékem így róla. Az első barátomról. Csia? Visszajössz majd még? Jó, remélem, hogy akkor, ha vége a játéknak, vissza tudunk jönni erre a szigetre. Csinálj nagyon sok fotót. Hát akkor elméletileg összegyűjtöttünk mindent. Én úgy gondolom. És igen, vissza kell majd mennünk arra a másik szigetre. Hát jó van, skacok, akkor ebben a részben is elég sokat haladtunk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem tetszett nektek ez a videó, illetve a játék is. Andi voltam, sziasztok!